megmutatnánk nektek, hogy mi a különbség az éjjeli és a nappali lepkék között. Pár szembetűnő különbség. Szerencsére itt vannak a mi kis atlasz lepkénk, és rajtuk tudjuk így élőben bemutatni. Szerinted mi jellemző egy éjszakai lepkére? Hát a legszembetűnőbb az, hogy éjjel aktívak. És még? Ezen kívül, hogy nekik fésűs csápjuk van. Hello. Illetve, hogy a testük az sokkal szélesebb, hosszúkás, szélesebb szárny jellemző rájuk. Oké. Szóval, összegezve, általában éjjel repülnek, láthatjátok, hogy milyen szép nagy fésűs csápjuk van. Itt láthatjátok, hogy milyen nagy tömsi testük van, óriás potroka, szélesek, óriásiak. Ez nem mindegyikre jellemző, de alap esetben hosszúkás, nagyobb szárnyat kell náluk elképzelni. És hát, elég kis cukik.